Nagyon-nagyon sok szeretettel szól a nóta Tatabányára a Juhász Sándornak 62. éve születésnapja alkalmából. És ezt a nótát küldi a felesége, a Piros, az öt gyermeke, a Piroska, a Sanyi, a Tomi, a Krisztián és a Dezső, és a 17 unokája, az öt dédunokája, az egyveje a Pisti, és a legnagyobbik unokája a Cindy, férje a Kevin, és a menyed a Niki, és a Pistik és a Dávid. Legyetek szerencsések, testvéreim, egy életen át! És itt mondja a feleséged, a Piros. Születésnapjaj, de szép! Sosak beszélgetnek, azt sugalják én nekem, hogy vigyázzak az apámra, hogy semmiben ne szenvedjem. Piros sosak beszélgetnek, azt sugalják én nekem, hogy vigyázzak az apámra, hogy semmiben ne szenvedjem. Hát köszönjük édes apám, hogy felneveltél engem el, hogy feláldoztad önmagad, hogy nekem életem legyen. Hát köszönjük édesapám, hogy felneveltél engem el, hogy feláldoztad önmagad, hogy nekem életem legyen. Piros sosak beszélgetnek, azt sugalják én nekem, hogy vigyázzak az apámra, hogy semmiben ne szenvedjem. Piros sosak beszélgetnek, azt sugalják én nekem, hogy vigyázzak az apámra, hogy semmiben ne szenvedjem. Hát köszönjük édes apám, hogy felneveltél engem el, hogy feláldoztad önmagad, hogy nekem életem legyen. Hát köszönjük édes apám, és a Sándor a születésnapja alkalmából. És még ezzel a nótával a feleséget szeretne kedveskedni, üzeni, hogy nagyon szeret. Legyetek szerencsések, testvéreim, erőben, egészségben, gazdagságban, egy életen át.
csak a jóban. Legyetek szerencsések! Nincsen olyan ember, kibe ibané, nincsen. Nekem is van egy kis hiba, rossz a természetem. Na de hogy tudlak szeretni, úgy ahogyan sem. Itt karomba zárjalak.